Elérkeztünk a bajnokság hajrájához, 3 mérkőzés van hátra, az első ellenfelünk majd ebben a sorban a Gruntfos Tatabánya együttese lesz, szombaton vendégként lépünk majd pályára. Hogy látod az esélyeket, milyen meccsre számíthatunk? Így igaz, a Tatabánya ellen lépünk pályára. Úgy gondolom, hogy egy nagyon erős és küzdős csapat, tele tüzdelve magyar válogatottakkal. Viszont úgy gondolom, hogy mint már mutattuk a szezonban, hogy bárki ellen lehet esélyünk, és ennek szellemében is utazunk Tatabányára, mindent megteszünk, harcolunk, küzdünk, és muszáj kihoznunk magunkból a maximumot, és bízom benne, hogy ez elég lesz a két pontér. Önbizalmunkat erősítheti, hogy ősszel ugye itthon sikerült legyőzni a Tatabánya együttesét. Abból a meccsből szerinted mennyire lehet kiindulni majd a következő összecsapást illetően? Így igaz, sikerült megverni a Tatabányát, ami szerintem elég nagy meglepetést okozott, viszont ez egy kiinduló pont lehet számunkra, mivel megvan az ellenszere, ezt ugyanúgy véghez kell hajtanunk, türelmesen kell támadnunk, keményen kell védekeznünk, és úgy gondolom ugyanúgy lehet esélyünk, mint előzőleg volt itthon.